többet tudsz adni, hogyha te is ott vagy, akkor nem feltétlen muszáj a paraván mögé vonulni. De azért, hogy lárburlár ott legyél, annak viszont nincs értelme. Aki báb színész, aki báb művész, annak az alapvető báb technikákkal igenis illik tisztában lenni, hogy hogy mozog. Arra, hogy ezt össze tudjuk így szervezni, Gyöngyi. Hát ugye alapvetően azért kerestelek meg téged, mert tulajdonképpen te vagy a legtapasztaltabb, mondjuk így, a legtapasztaltabb mesterem, akivel az egyetemen találkoztunk, és utána pedig, mint kollégák már kötetlenebbül tudtunk beszélgetni később. Hát az első kérdésem, vagy nem is kérdésem, inkább témafelvetésem az az, amit egyébként mindenkitől meg szoktam alapvetően kérdezni, hogy mi szerinted az absztrakció? Az absztrakció, mint önmaga? Hát az absztrakció az például, hogy megyek az utcán, süt a nap, és egyszer csak lenézek az aszfaltra, és egyszer csak azzal szembesülök, hogy találkoztam magammal. De ez érdekes. Uh-huh. Igen. Meg nem az, hogy találkoztam magammal, hanem ilyen fa ágakon, meg falombokon megyek keresztül. És akkor ekkor jár valaki a fák hegyén? Ekkor jár valaki a fák hegyén, vagy a fák aljában, uh-huh, amikor szikrázó nap van. Ha nincs szikrázó nap, akkor nincs absztrakció, legalábbis lehet az utcán. Érdekes, na. Érdekes, hogy az absztrakt kérdésre egy absztrakt metaforával vágsz vissza. Jó, megjegyeztem. Például mondok neked még egy írtófurcsa, ez tulajdonképpen amikor ez az őrletes koronavírus kitört, és járhatatlanok voltak az utcák, illetve kihaltak voltak az utcák, és itt a Szófia utcában van egy orvosi rendelő. És ott volt, de talán még most is, ott parkolt egy hatalmas nagy motor. És le volt takarva a motornak a takarójával. És aztán fújt a szél, meg hűvös volt, meg hideg volt, meg ide lebbent az a takaró, meg oda lebbent. És amikor mentem, ez ott a Hunyadi tér sarkán van, és amikor mentem arra, akkor egy ilyen ködös, őszi napon, akár csak azt láttam, hogy mi ott egy ilyen csukjás ember fekszik, hogy mi az? És valami egészen, meg ilyen kámzsás ember, és hát nyilván ugye a maszkok, meg minden, meg az, hogy a fejünkre húztuk a sapkát, meg egyáltalán összehúzockodtunk, Úgy beindult a fantázia, mondom, mi ez? És írtó érdekes, sajnos nem fényképeztem le, pedig mindig akartam, de sose jött össze. De, szóval egészen furcsa volt, hogy ott valaki fekszik, és ott egy ilyen, csak így oda kell nyúlni, és akkor elszalad, vagy uh-huh. Írtó furcsa volt, nagyon érdekes volt, de hát ez csak az én agyamban. Hát ez az agyad egészíti ki, vagy hát ez maga az absztrakció, hogy
látsz egy formát, és még a körvonalait is, még az agyad még jobban beszabályozni, hogy belelátsz. Igen, igen. Ez mikor kezdődött nálad, hogy elkezdted így látni a világot? Most szakmailag érdekel. Értelek. Hát szakmailag nyilvánvaló, hogy ahogy idősebb lesz az ember, meg ahogy egyre jobban, egyre mélyebben belevágja magát, és vágja magát ebbe az egész műfajba, akkor ez kialakul. Azt hiszem, hogy meg hát egy gyakorlat nyilvánvaló, meg egyáltalán a tárgyakkal való játék, tehát az, hogy tulajdonképpen minden életre kezdhető bármit megfogsz egy tárgyat, vagy egy vokal, ez is tulajdonképpen már mozog, és már valami ottan működik benne. De azt hiszem, ez egy saját betegség idézőjelben. Szóval én hajlamos vagyok arra, érted, hogy mindent úgy megnézni, de akkor egy kicsikét így mögé látni ki a dolgoknak. Aha, kiegészítgetni. Igen, aha. Igen. És említetted a Covidot. Igen. És ott ugye csináltál egy videót a Budapest Báb Színház tagjaként, egy ilyen örkény novellából, vagy örkény egypercesből. Ja, igen. A parafadugós így van. Jelenet. Így van. Na hát ott, tehát hogy is mondjam, mint korábban téged, mint báb színésznőt ismertelek meg, bábokkal, árnyjáték bábokkal, stb. És ott egy olyan érdekes tárgyanimációs komplexumot hoztál létre, hogy én magam is elcsodálkoztam, hogy és nem azon, hogy létrehoztam, hanem az, hogy mit, ezt nem egy árját. Miért nem nekem jutott eszembe, amikor irigykedsz az a vajó ötletre? Hát igen. És abban is pont az egyszerűség volt a menő. Igen, ez is már régóta, én hallatlanul szeretem örkényt, szóval én nekem az egyik, ha nem a kedvenc íróim közé tartozik, és hát az egypercesek, hát az valami csoda, és ezzel azért adós vagyok még, mert kitaláltam egy körülbelül egy olyan fél órás, háromnegyed órás örkény egyperces novellákból egy műsort. De ez annak egy része volt, vagy ez teljesen független? Nem. Ez előtte már teljesen függetlenül volt, de és aztán ebbe belekapcsolódott természetesen. De hát az örkény az ilyen, szóval az fantasztikus, szóval. Örkény István jelenség. Egy parafadugó, amely semmiben sem különbözött a többi parafadugótól, Hird G. Sándornak nevezte magát. De mit jelent egy név? Egy név semmit se jelent. Beleesett a vízbe. Egy ideig, amit az várható volt, úszott a víz színén. Aztán különös dolog történt. Lassan merülni kezdett, lesüllyedt a fenekére, és nem jött föl többé. Magyarázat? Nincs. Hát meg volt benne a felmutatás, megismerés és a meglepetés komponens. És a meglepetés. Valóban egy percen belül, tehát hogy igen. Az örkény egy percesek. De ez a tévében volt, eszem egy, vagy az interneten, én már nem is tudom. Ott láttam. Igen. Miért, hülye kérdések, én is, mikor tőlem is ilyeneket kérdeznek,
akkor nehéz rá válaszolni, de hogy miért kezd az ember ezzel a dologgal foglalkozni? Te miért kezdtél igazából bele? Hogy én miért kezdtem egyáltalán a bábozással? Egyáltalán a bábozással. Igen. Hát, tehát az hogy is mondjam neked, az, de tényleg csak nagyon-nagyon-nagyon tőmondatokban nem vettek fel a színművészeti, akkor még nem egyetem volt, akkor főiskola, nem vettek fel a színművészetire, többször próbálkoztam, nem sikerült, és akkor valahogy úgy adódott a dolog, hogy volt egy ismerősöm, aki a bábszínházban volt főügyelő, és tulajdonképpen annak kapcsán, az ő kapcsán kerültem a bábszínházhoz, illetve párhuzamosan megismerkedtem a férjemmel, a Bánki Róberttel, és ez a kettőnek a kapcsolatnak a hozománya az, hogy én a bábszínházhoz kerültem. Először, mint én nem is tudom, azt hiszem, színházi elszámoló voltam, ezt annak idején így hívták, hogy akkor rengeteget tájolt a színház. És akkoriban még két társulat volt, nem? Volt egy benti, meg volt a tájtársulat. Vagy rosszul tudod? Nem, jól tudod, de akkoriban még, tehát amikor én a színházhoz kerültem, akkoriban még mindenki tájra ment, szóval még mindenki kint, bent is dolgozott, meg tájolt is. És a kezdetén akkor még az Andrássy úti színház az működött, és aztán később vált ketté a dolog, és akkor lett, amikor az Andrássy úti színházat felújították, akkor ment át a Jókai térre, és akkor lett két színház. Ez már színház történelme, nem akarok úgy mélyebben belemenni. És tulajdonképpen innen datálódott az, hogy én a bábszínházhoz kerültem, és akkor mondom, hogy színházi elszámon, aztán színházi kellékes nagyon sokáig, és rengeteget tanultam abból, tudod? Hogy megismertem a színpadot, megismertem a bábokat, megismertem azt, hogy a pálcás bábtól kezdve a vajang bábig, hogy hogyan kell a pálcás bábokkal, hogy hogyan kell egy virágot megfogni úgy, hogy a kollégának átadjam, tudod? Vagy segítsek átadni. Ezek nagyon-nagyon tanulságos és nagyon izgalmas folyamat volt. És hát közben elvégeztem a színház is indított, a Szilágyi indított ilyen bábszínészképző tanfolyamat, és arra jelentkeztem. Ez volt a kezdeti stúdió? Úgy van, a bábstúdió. És akkor ezt elvégeztem, és akkor hát itt is remek tanárok voltak. Olyan volt az, aki a színpadra, tehát a színészmesterséget tanított, az a Vámos volt, a Vámos László. Úgyhogy nagyon, meg a Kónya Judit volt ott, meg szóval csoda tanáraink voltak, a Fővénni volt a filozófia tanár, nagyon-nagyon. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy, voltak épp egy tanterv keretében valósult. Abszolút tanterv. Abszolút. És 8 órát, mint egy iskolában, vagy pedig közben na, hát színpadi. Nem, hát ott nyilvánvaló, hogy volt. Tehát dolgoztatok közben a színházban. Igen, ám, csak a színházban dolgoztunk, így van. Tehát nem az volt, hogy bementünk az egyetemre, és akkor mit tudom én, csak a harmadik évadban akkor ide-oda elmehetett, vagy elment az ember, vagy az volt, hogy annak idején, hogy a második évben volt a nagy színész osztályoknál a rostavizsga, akkor volt egy nagy rostavizsga. Nálunk már ugye ez nem volt, de igen, a korábbiaknál igen. És a másodikban is szórtak. Igen, de nem a bábos szakon, már a bábos szakon nem nagyon volt. Hát csak azt, de az még később is. Igen.
Úgyhogy hát így. Aha. Hogy jött az létre, hogy Bánki Róberttel, a férjeddel, hogy indult az egyébként, hogy esetleg a Róbert elkezdett ez iránt érdeklődni, mint árnyáték iránt? Aha. És most direkt választom ketté, mert Róbert ekkor ott volt, mint bábszínész. Hogyne. Egy ideje. Igen, ideje. Így van. De hogy honnan jött ez az árnyátékos ügy? Hát kérlek szépen, ez éppen nem régiben az egyik nagyon-nagyon jó barátom és nagyon jó ismerősöm a Vajda Márta kapcsán kutakodtam a Robinak a emlékei között, és hát így, ott az mind a Robi emléke, meg az a doboz, az is, szóval van meg az. Ez a fal. Szóval, hogy az ember így kinyitná, akkor érdekes dolgok jönnének ki. Szóval a Robi egy hallatlan tehetséges művész volt, és hát egy fantasztikus manuális készséggel rendelkezett. Olyan jellegű ember volt, mint te. Érted, hogy remek színész vagy? Így van. És fantasztikus manuális készsége. És ez aki ezzel meg van áldva, az kap még egy olyan adottságot, és egy olyan lehetőséget, amit ha nem használ ki, az nagy baj. És hát ez nagyon-nagyon fontos. És hát a Robinak valahogy úgy alakult az életem, ő az érettségi után térképész tiszt lett. Aztán. Bizonyám. Térképész tisztként, de milyen titulusban, vagy katonaságban? Katonaságnál. Nem. Azt hiszem, hogy volt egy olyan dolog is, hogy talán netántán meg akarta úszni, vagy egy más fokon akart bekeveredni ebbe az egész dologba. Gondolom, én ezt nem tudom, ezt csak én feltételezem, hogy elvégezte a térképész tiszti iskolát, és tehát megkapta a térképész tiszti, volt egy térképész tiszti diplomája. És amíg ezt a térképész tiszti diplomát, iskolát járta, addig jött ide Magyarországra Kínából az első kínai árnyáték színház, árnyszínház, ami annak idején a Honvéd Művész Együttes, ez kérlek szépen ez a A Ferenciek. Hát, na, így van, na, igen, na, csak ez nem tudja. A Ferenciek tere, és a Ferenciek tere mellett volt annak idején a tiszti kaszinó. És a tiszti kaszinó, és a tiszti kaszinóba mentek ezek a kínai művészek, árnyművészek, és árnyátékot csináltak, és a Robi akkor látta, ugye, mint tiszti, térképész tiszt, és meg ott volt közel, meg. És megnézte ezt a kínai árnyátékot, és teljesen lenyűgözte. És ők mert aztán nem csak úgynevezett kínai árnyátékot csináltak a kínaiak, hanem másfajta árnyátékot is. Hát most ők Kínából jöttek. Hogy most ugye hát nem csak egészen Kínából. Kínából jött a kínai jellegű árnyáték, hát igen, mondjuk a pálcák. Hát igen, hogy indonéz volt. Hát Indonéziával, hát inkább. Ugye, az Indonéziával az a hátulról mozgatott. Tehát ez tulajdonképpen csak a fénytechnikának a szórt fény vagy felülről. Csak felülről. Tehát, hogy honnan kapja a vagy honnan kapja a világítást. A kínai, az a vajang. Az a vajang, az a jávai. A jávai, úgy de van. De ott is az van, hogy viszonylag közel játszanak a paravához. Így van. A nádpálcával, stb. Igen. És akkor hivatalosan tulajdonképpen az indonéz vagy kínai
játék, amikor a pálca merülegesen áll a vászonra, és rányomul... Az, az nem az indor, az a kínai. Ez, akkor kimondhatjuk, ez a kínai. Ez a kínai. Ez a kínai. Ez a kínai árnyjáték. Tehát amikor, amikor fölülről kapja, vagy, vagy ő annak idején nem fölülről kapta, hanem alulról ilyen vájúban, és akkor ott voltak a kis gyertyácskák, vagy, és akkor fölötte. És hát ugye ez egy olyan dolog, hogy ha egy millimétert elhúzták a vászontól, ezektől a azt hiszem szamárbőrből voltak ezek a vásznak, feszített vásznak, és ugye rányomták, akkor csodálatosan látszott, mint tudjuk. Hát meg azok ugye ki voltak dolgozva, mert maga az a mert ebben hasonlított a jávaihoz is, hogy ugye ezek ilyen áttört bőr, vastagabb bőr figurák voltak. Igen. Amik ugye aztán színes valami kis fóliával, vagy akkoriban nem tudom mit tudtak úgy áttetszővé tenni, de megszínezték, és attól lett az szerintem egésznek egy megszínezték. Szerintem megszínezték. De ugyanolyan bőrmát, műanyag dolgok nem voltak. Persze, azért, nyilván most mi már egészen másból készítünk, tehát a plexiből, a fafurnéros lemezből, a Respál lemez. Tehát ezek azért... nyilván megkönnyítik, viszont egy picit el is vesznek belőle. Én láttam a Pilári Gáboréknál Pécset, ugye hát ők azok gyűjtők, minden, de hogy ott volt kitéve, hogy eredetibe hozták haza jáváról, és tudod, az a bőr az már egy picit meg is pöndörödött a vége, de hát az is látszott, hogy ez egy olyan aprólékos műgonddal van elkészítve, hogy az... hogy hát az ember sajnálja azt így neki nyomni valaminek, mert igen. fél az ember, hogy eltörik. De gondolom, hát is, ha még bőr is volt, akkor nem is szabadott engedni azt kiszáradni. Tehát azt még hát nyilván, hogy valamivel kezelték azt, hogy hát ehhez zseniálisan értettek. Hát szóval ez. Na de kanyarodjunk oda vissza, hogy Tiszti kaszinóba megnézte a... vagy Tiszti kaszinó? Igen. Azt mondta, hogy ez nekem nagyon tetszik, de ő még mindig térképész volt. Ez nézd, a másik fel a dolognak pedig az, hogy a Robi részéről, hogy a Robinak a családja is színész család volt, művész család volt. Az édesanyja az Orbán Viola, egy hallatlan, tehetséges művész volt, a Nemzeti Színháznak volt a tagja. Egy fantasztikus művészasszony volt. A Bánki Róbert meg egy nagyon jellegzetes, markáns színész egyéniség, inkább színház csináló, színházigazgató, rendező, színész. Tehát volt honnan örökölni. Úgyhogy a Robi az innen hozta a manuális készség adta ezt a... De hogy került ő a Báb Színházhoz? Ő? Eztán, miután térképész tiszt volt, lejárta katonai mandátum, vagy... Nem, hát ő soha nem volt, csak ez a diplomája volt. Ja, csak a diplomája. Ez a diplomája. Te, én ezt meg nem tudom neked mondani, hogy pontosan hogy került ő a színházhoz. Azt tudom, hogy vidéken volt, Győrben volt, aztán Szolnokon volt, illetve azt hiszem Szolnokon volt, Győrben volt, és Győrben megismerkedett, akkor már lementek a Győri Színházhoz a Szőnyi Katójék, meg a Havas Trúdi, meg a Molnár Erzsike, és nyilván, hogy azok kapcsán ismerkedett meg, és amikor a Szilágyi jött, akkor ő is bejött a színházhoz, és ő így keveredett a Báb Színházhoz, így került. És akkor hogy kell ezt elképzelni, hogy Blasek Gyöngyi és Bánki Róbert beszabadulnak a mechanikai műhelyre, és fúrnak, faragnak, miközben a Lellei Pál óvó tekintete kíséri őket, vagy nem. Hogy jött létre az a több bőrönnyi figurád, amit azért prezentáltál nekünk már? Igen. Hogy? Hát ez nem kellett ehhez bemenni a mechanikai műhelybe. Nem kellett? Nem kellett, mert az itthon volt a mechanikai műhely.
először a Bocskai úton, mert ott laktunk, aztán amikor onnan elköltöztünk ide, hát akkor meg itt volt a mechanikai műhely, mindenhol. Tehát ahova lépsz, ahol jársz, minden mechanikai műhely volt. Én emlékszem arra, hogy hát olyan, és hát akkor természetesen akkor megszületett az Eszter. Az Eszter is belecsöppent ebbe az egész dologba, de nyakig. Én emlékszem arra, hogy 4 hetes volt, amikor Pólyába bevittem a Jókai téren a Vápszínházba, hogy itt van a Bánki Eszter. És hát ő is ebben nőtt föl, rengeteg, a Robinak volt egy önálló műsora, nagyon sok önálló műsora, és hát aztán közben csinálta ezeket az árnyfigurákat, és ez még az én velem való ismerettség előtt volt neki kapcsolata a televízióval. És hát azt mindenféleképpen meg kell említsem, hogy én a második házassága voltam a Robinak, az első házassága volt a Jókai Anna, és a Jókai Annával való házasságából született 2 gyerek, a Bánki Gábor, aki most lent van Pécset, és a Bánki Nóra is, ő sajnos Isten nyugosztalja, hogy a koronavírus elvitte. De mondom neked, hogy rengeteg mindent, nekiállt ezeknek az árnyfiguráknak, és ontotta magából, és a tévében a Katkics Ili, ő volt a rendező akkor, az egyik rendező, ő fölvette ezeket az árnyfigurákat. Ilyen kis etüdök voltak, ugye a róka és a zsiráf, meg a róka és a bűvész, a majom és a zsiráf, meg mit tudom én, hát annyiféle fajta, de hát ezeket ti nagyon jól ismerik. És ezeket ő egyedül játszotta, vagy akkor már nem, közösen? Nem. Több emberrel Igen, hát ez ennek az egész kínai árnyjátéknak, és egyáltalán az árnyjátéknak, mint ahogy az általában a báb műfajnak, azt lehet szólóban is csinálni, a báb műfajt, a kína, az árnyjátékot már nehézkes sem a dolog, de biztos lehet. Úgy jött össze a dolog, hogy kérlek szépen a Robinak volt egy testvére, a Tamás, és annak volt egy felesége, és akkor így ők ezt hármasban csinálták. Ezekről vannak fotók, nem is tudom, talán abba a dobozba, hogyha nagyon belenyúlnánk, akkor... És akkor az volt, tudott, hogy a színházban az történt, hogy a Szilágyi elhatározta, ott is egy generációváltás volt, és ugye a Szilágyi elhatározta, hogy csinálja ezt a bábszínész képző tanfolyamat, és egy csomó fiatal, nagyon tehetséges művész került ki onnan, a Gyurkótól kezdve a Pataki Imre, az Erdős Istvánig, Erdős Pistikéig, hogy a Szilágyi hirdette azt, hogy csináljunk egy ilyen kísérleti stúdiót, és hogy mindenki az próbáljon valamit, és mindenki csináljon valami ötletet. És hát akkor ennek kapcsán aztán elindult, ennek kapcsán került be a Beckett, a jelenet szöveg nélkül, a Mrozsek, a striptease, a fantasztikus dolgok születtek akkoriban, a székek, és hát mi pedig árnyátékkal készültünk, a Gömbök és kockák, akkor dubrovai zenére, akkor olyan műsorok voltak, amiben a Kádár Katát megcsináltuk, a Barcsai szeretőjét, az már nem kínai árnyáték volt, az ilyen alulról mozgatott
nem jávai jellegű, de olyasmi, hát nem jávai jellegű volt a dolog, szóval nem jávai jellegű. Mert akkor már egy olyan fénytechnika alakult ki, hogy ezek a pontfények, ezek olyanok voltak, hogy az alulról mozgatott, tehát a pontfényes árnyátéknál meg lehetett azt csinálni, hogy ha, tehát mint a filmmel dolgoztál volna, vagy tehát a premier és a totál plánokat be lehetett hozni, tehát, és ugyanolyan éles maradt a kép. Uh-huh. És a tűnlábos izzónak és a tungstramnak köszönhető. A tungstramnak köszönhető. Most már nagyon kevés egyébként felelhető még ezekből a tűnlábos izzókból. Tungstram? Hát ezekből a tűnlábas izzókból nagyon kevesen gyártottak. Hát, az utóbbi időben a Bábszínháznak van tartalékja, azt tudom. Hát talán nekem is egy vagy kettő van. Én nekem egy darab van. Egy kiégett, meg egy, ja, egy még. Szóval ezek, de nagyon érdekes, mert például amikor a Büki Béla csinálta az ő maga árnyátékos előadásait. Ez a Tücsök lakodalom, meg a, ugye? Hogy? A Tücsök lakodalom, az ki is van állítva most a Krisztina körül. Hát a Tücsök lakodalom is, meg a Cantata profana, meg a Verszi bárdok, gyönyörű, olyan csodálatos, szép figurákat alkotott a Büki Béla. Igen ám, csak ezek olyanok voltak, hogy a Büki Béla, hogy egész egyszerűen, hogyha közel raktad az árnyáték a vászonhoz, akkor tökéletesek voltak, és akkor saját mérete volt. Ha hátrébb hoztad a fényforrás felé, akkor meg megnövekedett, de homályos lett. Na most ez például a Cantata profanán egy gyönyörű volt, ugye, amikor mennek az erdőbe és a szarvasok, ott csodálatos, amikor lehet játszani ezzel a dolgokkal. Ők nem nagyon játszottak vele, ők mindent a vászon közelébe vittek, de ezekkel lehet. Szóval azért mondom, hogy ez... Érdekes, hogy is mondjam, hogy valóban alapvetően, mikor dolgoztunk ezzel az kínai árnyátékos verzióval, de mikor kívülről néztem, nekem mindig az volt az élményem, hogy tulajdonképpen ezzel le lehet modellezni a televíziót. Csak sokkal művészibb és értékesebb. Nyilván nem tudom összehasonlítani, hogy mennyi idő megrajzolni egy animált rajzfilmet, de azt már meg részt vettem, hogy mennyi idő bepróbálni egy 5 perces rókabűvészt. Fél évet azért rá lehet erre rakni. Senki se gondolna. De most ez az, hogy ugye melyik az értékesebb, de hogy közben ugyanazt a hatást tudod létrehozni. Igen. Ugyanúgy nyilván a figurák picikét korlátoltabbak, mert nem tud mindegyik jobbra-balra fordulni, tehát bizonyos helyzetekben csak egyik irányba tudsz vele haladni. De mégiscsak nem hat a gravitáció, bármit be lehet hozni, akármi idiótaság keresztül tud menni a színen úgy, hogy mikor csináltuk a Máriót, ugye az alapfigurákkal, meg a úgynevezett mínuszjelekkel, meg az X-jelekkel, hogy az is ugye, hogy csak jöttek ezek a cuccok, és ugrált rajta a csávó, és semmi nem történt hivatalosan, hátul pedig konkrétan ugye 10 ember szervezte magát, hogy oda fogok, hova bújja. Bizony. De hogy igen, kicsikét a televízió az egy nagyon érdekes dolog, amikor a televízió fölveszi az árnyátékot, mellette meg a Jankovics Marcell legyártja, és az se került egy kis-kis időbe, mondjuk akár csak az embert meg ide elgondolunk, nem tudom, 10-15 éven keresztül gyártották. Nyilván, hogy ráadásul Isteni osztálya Jankovics Marcellt, hát ez iszonyatos nagy munka volt, nagy, és sokkal, sokkal később jelent meg, mint hogy ezt egyébként bárhogy is tervezték. Nagy. De hogy ez meg egy milyen érdekes, hogy a Bánki Róbert bemegy a tévébe, ott fölveszik, és akkor ezek a sík kap még egy térsíkot. Igen. És ezáltal lehet, hogy távolabb kerül tőled, mint hogyha néznéd csak azt a vásznat, és akkor azáltal kapnád meg. Azt mondják, hogy vásári játék, Kesztyűs Bábos vásári játék, hogy ott mindegyik figurája a magának a vásári játéknak, akár Vitéz Lászlót nézünk, akár az Angol Páncsot, hogy mindig alulról érkeznek, tehát ilyen pokolfajzat mindenki. Az ördögök is, a halál is, a Vitéz László is, mert alulról, a föld alul érkeznek. Az árnyátéknál mi a helyzet?
Honnan, honnan érkezik? Akár alulról, akár hátulról mozgatod. Mi, csak most egy picit ebbe a kis filozófiába, hogyha hajlandó vagy elterelni magadat, egy picit erről beszélhetnénk. Hát, honnan érkeznek? Hát, először is a semmiből. A semmiből, mert itt van velem szemben a lámpa, és hogyha mögé rakod a tenyeredet, vagy egy lapot, vagy bármit, és mondjuk azon van egy pálca, és ezt rányomod, akkor abban a pillanatban, hogy rányomtad, akkor megjelenik a semmiből. Na most ez a semmi, ez egy relatív fogalom, mert itt bárhonnan megjelenhetsz középen, megjelenhetsz oldalt, de mindig meg kell jelenned a semmiből. Fölülről. Tehát a kínai árnyátéknál csak síkban tudsz megjelenni, de ott is csak megjelensz. Vagy eltűntem. Vagyok, eltűntem. Picikét hasonlít ehhez a szellemvilághoz. Most a transzcendentális értelemben, most csak itt jutott ez. Hát, hogy a lét és a nem lét határán húzódó függönyön egyszer csak a nem létből, a semmiből ott van egy valami. Csak hogy erről mit gondolsz például, hogy mit bír? Mit bír az árnyjáték? Hú. Hát ezt nem tudom neked megmondani. Ha érdekes, akkor sokat, nem? Vagy van ebben érzésed, hogy egész életedben azért csináltál, hát ezer műsor. Hogy érted az, hogy mit bír? Hogy időben mennyit időben, bír? Közönség mennyit bír? Befogadni. Hát szerintem változó. Szerintem változó. A műsornak a struktúrája is befolyásolja? Biztos. Vagy a néző aktuális nem, állapota? Hogy mondjam neked, szóval a műsor az nyilván, hát nyilván befolyásolja, ugyanakkor mindig, tehát bármi, tehát hogyha egy előadás van, vagy egy szakmai előadás, vagy bármilyen előadás van a színpadon, és egyszer csak megjelenik egy sziluett, és ez most ne legyen árnyfigura, hanem megjelenik egy sziluett. Akkor abban a pillanatban felébred az embernek a figyelme. És izgalmasabbá vál. Mert több dimenzió van benne. Tudod? Több dimenzió. Tehát vagy te, aki előadsz, de akkor egyszer csak megjelenik valami. És akkor történik már valami közös játék, vagy csak annyi érted, hogy egy reflektorral körbepásztázzák a színpadot, és egyszer csak valahol megjelenik valami. Érted? Nem, én ezt nem tudom neked megmondani, hogy mennyi ennek az időtartalma, hogy mennyit bír ki. Szerintem biztos, hogy sokat. Van, aki többet használja, van, aki kevesebbet használja. Gondolom én. Te, mint bábszínésznő, aki a paraván mögött kezdted pályádat, aztán elég hamar kiderült, hogy előtte is szuperálsz. Hogy éled ezt meg? Mert
Én fiatalként már azt érzem, hogy bizonyos tekintetben mennék vissza. Hova? A paraván mögé. Abba a helyzetbe, ahol a bábot tudom előtérbe helyezni. Hogy te hogy élted ezt meg egyébként, amikor megtörtént nyilván évtizedes viszonylatban a kivonulás, most de, úgy értem, de, hogy a rendezők azt mondták, hogy legyenek bábok is, de lássam a mozgatot. Ja, igen. Hogy ezt hogy a rendszerváltás, a vagy ki tudja micsoda. Igen. Hát talán, igen. Hogy éled ezt meg egyáltalán? Én abszolút nyitottan. Ugyanakkor abszolút tudomásra veszem azt, amit te mondtál, most itt zárójelben, hogy mennél vissza. Igen, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan is, hogy vissza, és hogy visszakívánkozik az ember. Egész biztos. Ugyanakkor olyan sok hallatlan, izgalmas dolog történt, és halatlan, tehetséges emberek csináltak bármit. De itt most akárcsak a te előadásaidból a passiót mondom. Hogy nem feltétlen, ha úgy érzed, hogy többet tudsz adni, hogyha te is ott vagy, akkor nem feltétlen muszáj a paraván mögé vonulni. De azért, hogy lárburlár ott legyél, annak viszont nincs értelme. Érted? De akkor nem az van, hogy ha paraván mögött vagy, akkor technikásabbnak kell lenni? Manuális ügyesség kell. És emiatt, hogyha kimész, akkor úgymond renyhül maga a technika, mert elviszi a löttyös. Hát, vagy igen. Én legalábbis ezt tapasztalom, hogy az egyszerű asztali bábjáték, ezt asztali burrakú nevezzük akárhogy, ennek is legalább 1000 elnevezése van. Én picit azt érzem, hogy gyengülünk. Gyengül a technika, mert higul. Higul, mert bárki meg tudja mozgatni a püssállatot, viszont egy kesztyűsbábhoz ott meg olyan finom motorika kell, meg ritmusérzék, amihez meg már nem biztos, hogy mindenki konyít. Figyelj, de én azzal vitáznék az asztali bunrakú, és hogy gyengül, mert az az érzésem, hogy nem fektetnek arra súlyt, hogy az ugyanúgy mozogja, mintha igazi bunraku lenne, mert a bunrakunál, a japán bunrakunál ugyan ott volt a hátsó mozgató, és látszódott, de senki nem figyelte azt, hanem csinálták azt, amit a bunraku bábnak csinálni kell. Tehát megvolt a hierarchia, megvolt a szerkezete, megvolt az, hogy fogja meg azt a bunrakú bábot. Nem lehetett a bábot így megfogni a lábát, hanem csak úgy lehetett megfogni, hogy ne látszódjon a kéz. Tehát ezek most is tulajdonképpen, most is így kellene, hogy működjenek. Valamikor működik, valamikor nem. Én sem azt mondom, hogy ez általánosságban az egész dologra igaz. Én azt mondom, hogy nagy vonalakban nézve, tehát amikor látok egy olyan előadást, ahol most akkor én is mondok egy olyan előadást, amiben te benne vagy, a semmit, mondjuk abban nyilván te nem mondjuk nem bábozol, de ott például az koncepciózusan zseniális. Így van. A halott osztálytól kezdve minden benne van, a gyerekek mögött a felnőtt énjeik, az egésznek a filozófiája, hogy ekkora testben, ekkora lélek, tehát hogy az, én nem ebbe kötök bele, amikor komplex. Tudom. Abban, amikor ez most így menő, kommersz, hát populáris, jó lesz az út. Az egy gyenge előadás. Hát szóval egyszerű, meg ócsóbb. Csak azt mondom, hogy van jó, ja, és van gyenge. Vagy jó, és kevésbé jó.
Érted? Szóval ez, de a lényegen, tehát a, hogy is mondjam neked, a lényeg tehát aki báb színész, aki báb művész, annak az alapvető báb technikákkal igenis illik tisztában lenni, hogy mozog. Ez kívánatos, nem azt mondom, hogy követelmény, én azt mondom, hogy ez kívánatos. Ez kívánatos, érted? Szóval ez az, nyilvánvaló, hogyha kesztyűsbábbal dolgozol, akkor oda paraván illik, és az a paraván kell. Hát biztos, hogy lesz ilyen, ez meg a vajangbábnál is, vagy a botospálcás bábnál is. Ez az, a kesztyűsbáb az egyik legnehezebb. Pedig a lehető legközelebb van hozzád. Pedig a lehető legközelebb van hozzánk, bizony. És ugyanez vonatkozik az árnyátékra. Az árnyátékra is, amikor az egyetemen tanítottam, akkor is az volt, hogy hát vért pisiltetek, szóval nem azért mondom, és néztetek, mint Jani a moziban, nem, de nem csak ti, mindegyik évfolyam, és bebancsítottak, és említetted a mínusz jeleket, meg a, hogy hát valóban azt megtanulni, hogy egy kis helyen sokan vagytok, és sokan vagyunk, és egymásra vagyunk utalva. Hogy az, és ugyanakkor tehát arra is figyelek, amit csinálnom kell, meg a társamra is figyelek, meg aki alattam van, arra is figyelek, mert éppen van valaki alattam, aki alulról dolgozik. Hát szóval ez egy komplet, olyan komplet műfaj, amit aki kívülálló, az nem nagyon ismeri. Én erre akkor jöttem rá, és ez nagyon érdekes volt, amikor megkaptam a Gobi Hilda életmű díjat, akkor egy pár kollégával volt szerencsém, hála jó Istennek beszélgetni, és szakmaiak, már úgy értem szakmaiak, hogy művészek, és színház közeli emberek, és amikor elvittem egy árnyfigurát, és mondtam, na, akkor fogd meg, légy szíves, akkor néztek, hogy is van ez, mint is van ez. És így a hétfejű sárkánynak, hogy mozog az öt vagy hat, vagy nem tudom hány pálcája. De ez mindenki, aki először próbálkozik ezzel a műfajjal, az rácsodálkozik, hogy akár színész oldalról, vagy akár rendező oldalról, hogy mennyi meló. Nagyon. Mennyi meló, mert igazából agyban is meló, hogy ezt innen kihelyezni ide. És közben meg fizikailag is meló. Tehát, hát hogyne. Meg, hát, és most a fizikát azt nem karizomra gondolok, hanem itt ezekre a picik, ezekre, hogy itt. Hát figyelj, de most nem azért mondom, de hát szóval érted. Hát, igen. Mondjuk. A bábos ujjaim. Mondjuk, igen. Hát mert ez a finom motorika, amivel az kell, hogy az pont annyit csavarjál itt és még ott rá. Igen. Na, hát ha gondolod, akkor én mutatok ennek. Na igen, ezt akartam pont a technikák kapcsán is. Akkor nézzük meg egy báb technikát, ami Gyöngyié. No. Hát ez a pálcákat. Tulajdonképpen ez az egyik klasszikus etűdnek az egyik főszereplője, a róka. A róka bűvész, mert neki volt egy partnere, egy cilindere. Egy cilindere és egy nyuszika. Igen, az ki is van itt kopva, mert meg van szappanozva a füle, mert ugye ott úgy csúszott rá a cilinder. A cilinder, úgy van, igen. Emlékszem, hát lassan már 10 éve. Jó, Istenem. Hát azért... Öregszel, édesapám, öregszel. Vigyázok is magamra azért. Na, figyelj, de szerintem gyere ide mellém. Na, oda csöcsöjj, jó. Szóval ez ilyen funérből készült. Isten nyugosztalja, Lellei.
Lellei Pál. Lellei Pálnak az ötlete és találmánya volt, mert ez már egy felújított, egy nagy figura. Ti annak idején nem ezzel a nagy figurával dolgoztatok, hanem... De talán ennél kisebb volt. Ennél kisebb volt. És fixek voltak benne a pálcák. Fixek voltak benne a pálcák, és ilyen bicikliküllőből. Igen. Ezt arra készítette a Lellei Pali, hogy így praktikusabb, hogy nem kell a pálcákkal bajolni, hát azért azokat összehajtogatni, hogy azért az macera. No. Persze, hát konkrétan ilyen másfél méteres bőröndöket készítettünk. Így van. Papír bőröndöket készítettünk, mikor kölcsönkértük a vásznadat, mikor a sárkánylit. Nagyobb volt, vastagabb volt maga a rakás, a bőröndrakás, mint igen. Az egész, mint a hely szereplő volt. Igen, hihetetlen, az nagyon. Igen. No. És akkor ezekben a műanyagcsövekben, vagy a plexi csövekben megy bele a... Ezekben a plexi csövekben mennek bele ezek a pálcák. Na most dugjuk bele, kezdjük a fejénél. Meg van, hogy melyik vagy tök, mindegy? Én azt hiszem, hogy mindegy. Ezek egyformák. Egyformák akkor. De jó. Így, és akkor ezeket így, mivel ez elasztikus, ez a plexi csöv. El lehet hajlítani, de most egyenlőre akkor. Uh-huh. Jó, akkor tegyük bele a... Kezébe. Ez milyen jó ötlet. Ugye? Istenem, Lellei Pali bácsi, hát. És nem mindent írt meg a könyvében, mert csak jelezném, hogy ez nincs benne a könyvben, csak mondom. Jó, hát akkor most csináljunk egy olyat. No, miért? Csináljunk egy olyat, hogy nem azért mondom, de mondjuk legyek én a főmozgató. Legyél te! Jó? De hölgye ki az első. És a főmozgató azt csinálja, hogy a fejet mozgatja, ez is egy hierarchia. És a két kezet. Pálcát, a két kezét. Az úgynevezett Untermann. Én leszek az Untermann. Jól értem. Igen, jól érted. És ő pedig a lábat mozgatja. Na most, mondjuk... Na hol? Te hogyan tegyük? Hát mondjuk itt legyen, jó? Most ne álljunk fel, hogy... Jó lesz itt. Jó? Mondjuk ez mert a vászlón is van egy ilyen vonal, egy sík, amire rá lehet tenni. Tehát ez a talaj. És akkor elkezd lépkedni. Várjuk, hogy vagyunk. Ez az első. Igen. És akkor lép egyet, és hozzálép. És akkor még egyet, és hozzálép. És akkor leül. Úgy van. És akkor meghajol. És akkor menjünk vissza. Hátra. Egyet lép hátra. Igen. Hát körülbelül. Én most nagyon izgultam egyébként, pedig azért csináltuk ezt. De jó partnere lenni, jó partnere. Nagyon jó, komolyan. Köszönöm szépen. Úgyhogy. Na jól van, Gyöngyi. Hát most, hogy így ideültem melléd, akkor innen. Innen köszönöm meg, hogy sikerült létrehozzuk ezt a kis beszélgetést, és remélem még fogunk is. Ha ők nem is látják, de mondjuk mi még tudunk beszélgetni. Hát nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon szeretlek téged, és sok-sok jót, és minden szépet meg csináljál, és alkossál, mert nagyon tehetséges vagy. Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszó. Na, jó van!